többszörű repülőút után, fejülről nézve a táj. Teljes attrakció. Hát főleg, amikor szép repcés és gyönyörű a formáknak a változata, tehát a színeknek érdekes, hogy hogyan mozog át térbe. És ez teljesen fejülről látod. Igen. Tehát 3000 méter magas, semmi mentünk Németországba. Olyan szép volt a táj, hogy nem tudtam az ablakot. Különböző elmény. Szántót, éppen zöldellő. Hát érdekesen zöld, sárga, vörös a szántott területeknek a mozgása, a rajzi része. Olyan szép kapcsolódásokkal vannak fejülről látva, hogy ez szinte hihetetlen. Már címét is kigondoltam, madár látta a táj. Tehát azért madár látta, mert már egészen másképp látta a fejülről az ember, már egészen a táj is más minden. Mikor a hegyek felett minden látszik, szóval tulajdonképpen majdnem egy síkon fekszik. Olyan, mint mikor leforgatnak egy képet. És így nézzük fejülről. Kezdem a munkát, akkor majdnem minden pestiket, amire gondolok a szín, azt kiteszem. Mert szoktam keverni. Elkezdem. Tiszta nagy felületeket teszek fel, az alapszint, amit aztán tudok tovább vinni. Arra törekszem, hogy ez egységes legyen a felület. Kellemes középarány. Kell előbb alapszíneket tenni, és erre teszem a szép színeket, ami harmonizálódik ezekkel a foltokkal. Tehát a továbbvitelt én már tudom, csak egyszerre nem lehet feltenni. De nem csak egyszer el lehet festeni. Ebből aztán jönnek belőle a színek. Ez a felület, amit tovább kell folytatni. Na most a tovább folytatás az, hogy a felületeket, amik egymás mellett vannak, azokat kell összehangolni. Ebben faktúrai szép felületeket kell képezni. Hogy ezt hogyan érem el, ez mindig az alkotó látja be. Van, amikor durvább faktúrai felületre van szükségem, akkor megvágom a smirgi papírt. Mert annak más hatása van, azt nem lehet ecettel megoldani. Tehát, ha tömöríteni akarja az ember és a faktúrák között különböző változásokat, akkor olyan anyagokat keres, amit nyugodtan be lehet vágni, be lehet ragasztani. A modern kép építéshez szükséges a tiszta forma. A tiszta szín és a szépen tiszta forma. Ezekben kockák. Igen. Van, amikor kocka felületek szükségesek, hogy izgalmassá szépítenjék a felületet. Uh-huh. Ezek a körök. Igen. Így. Kisebb, nagyobb kör. Akkor vannak ezek a kisebb kockák. Ebből szoktam vágni ki be. Nagyon érdekes, mert szép kockák jönnek ki. Kockázott olyan körfelület. Tehát beragasztok. Vannak olyan sablonjaim. A kockákra is, a háromszögre is. Tehát ami a kolláshoz kell. Ugyanaz az elvek fogalmazódnak meg, és az a reális, ami a non-figuratívnál és a figuratívnál is. Mindenhol meg kell tanulni komponálni.
csatlakozáson keresztül lett egyfajta felület, ami nagyon merevé vált, nem volt kellő festésség benne. Na most, ha a témát veszem, akkor meg valahogy a madár is fentről a felhők felé megy. Onnan lát bizonyos dolgokat, főleg a nagy madarak. A felhő az mindig takar egy bizonyos részt, de utána, ahol a felhő nincs, ott sokkal erősebben, tisztábban jelentkeznek a színek. Éppen a kontraszt miatt. Ezt láttam repülőből nem is egyszer. Tehát ilyen kis felhőfoszlányok, amikkel takarták a tájat, de olyan szép volt, olyan érdekes volt, és ezt akartam már ezen a képen is megoldani. És ez nem ment az elején. Az éjszaka eszembe jutott, felébredtem, már rögtön a kép jött be, kijöttem egy óra után, és háromig festettem, négy órakor visszamentem, újra kijöttem, mert valamivel nem tudtam megélni. Együttesen kell lássam a szint és a szintharmóniát. Mi az, ami segíti? Lehet, hogy nem ez lesz ez a pászpárt, ha véletlenül nem megy, hanem én más szint fogok vágni. Tehát azt előbb hozzapróbálom mindig. Tehát itt a madár motimulát, így a szárnya, és így lefelé, tehát mikor felemel is így üt. Itt a fej, csak éppen jeleztem egy ponttal. És ez a farok rész, és itt, hogy bejöttem ezekkel a kékekkel, egy kicsit mindjárt összefogta az egész felületet. Beül minden meg volt, ezek mind ott voltak, semmit nem változtattam, itt változtattam, csak annyi, hogy itt volt egy szürke felület, és a szürke felületet egy kicsit megdolgoztam apró motivumokon. De ott is csak motivumok. És ez a felhő, ami ide elnyúlik, ebbe a felületbe ez meg volt, így, hát a kékkel aztán alakítottam. Lehet, hogy még valahol egyes helyet, egy kicsi sötéttel, ebben a kékkel, színnel még bejövök valamivel, de azt meglátom. Most egyelőre így nekem úgy érzem, hogy most mintha be lenne fejezve. A pászpártuk megcsináltam, és az a fekete pászpártuk szépen összefogja a képet. Tehát az adja meg az egységét. Mikor feljön a vékony rámoléz, az szintén